Na, hello, sziasztok! Totem Oszlop vagyok egy újabb vidivel. Megint innen a GTA-ból. Na, bakker, remélem jó van mindenkre beállítva. Juhú, majd ez majd kideríti. Juhú! Zúzzadán, bakker! Hú, ebből robbanás lesz a végén, az biztos. Hoho. Nagyon babás. Oké. Na, most akkor itt vagyok a Ize Isten háta mögötti vidéken, valahol fogalmam sincs, hol vagyok és miért. Hoppá, azt hittem elhagytuk a Izeit ajtót. Stop the car! Benyalunk egy ilyen infernuszte, ilyen jó fehér infernuszte. Oh, thank you, my lady. És nyomunk vele egy kis sprinter akciót. A belső nézetből, hanem ilyen kívülső nézetből. Kapcsolunk valami más rádiót, hát ez béna. Nem, terepre van kitalálva ez a Infernus? Nem terepre van kitalálva. Juhú, de egy marha babás. Istenem, de béna rádió. Kéne egy kis hangot adni rá, mert... Nyuszi! Nyuszi ül a fűben, kedve szándékázok! Á, béna hangja van ennek az Infernusnak, nem azért az 5 centért mondom, visszaugratunk az útra. Nem sikerült a korlátot átrepülnöm. De amúgy, hogy sokáig felre van borulva egy Verdus, akkor az be is gyullad. És az akkor olyan gázos. Ott sincsen valami rés, ahol át tudnak menni? Na nyomjuk, zúzzuk. Gót lövünk. És most egy ugratás. Oh, ez nagyon ügyi volt. Sok a szöveg, gyerekek, zenét akarok. Na, megyünk Franklinhez. Szerintem ma az lesz. Nyomjunk Franklinnek egy tizét. Tök jó. Vagy inkább menjünk Bélához. Sorry tesó, én nem akartolok ám nyírni, bakker. A B az mi? Bunch. Nem tudom. De most nem online, hanem éppenséggel. Ja. Ilyen kocsi van nekünk is melóba. Hát ezt a kábelt hátrébb vágom, gyerekek, mert ez itt zavarja nekem, mint hogy ez a katéterem itt lóg össze-vissza, bakker. Istenem, hogy ennyit fiszkalódni egy játékhoz, hát már nem igaz. Na, itt vagy hátul, jó van. És már megint ez a görög izé van, ez a nyistamista póló rajtam, hát te már nem sokára megérkezik a totem oszlosopos pólók. Kéne jönni, ne. Hát nem tudom, mit kell csinálni, mi ez a B? De azért nagyon frankom van nyitva így az ajtaja a Verdusnak, hallod-e? És itt mi? Branch. B kérdőjel. Várjál. Nem ott a bezdomov cikknak, hanem van valami zöbi baszt. Hát be, hogy beszélsz ilyen csúnyán, te? Otta! Te ribanc, te! Jó. Ki kell élnem egy kicsikét az agresszivitásomat, te is menjél a francba. Úgy, amer. És jönnek a zsérnyákok. Na jó. Legjobb lesz beszállni és eltűzni innen a izébe, a náthásba. El is tűnt a B és izé. B-terv. Juhú! Hát ez még jobb. Itt aztán nagyon tudnak ám izélni. Tényleg amúgy a Full HD minden, Sekno Bezsi minden rendben van. Így alapjába véve, vagy nem? Graphics,
Nagyon jó. Auto aspect ratio, auto output, az is jó. Fasz, akkor menjünk. Az kicsoda? Az nem zsaru. Ja, az megint izé autó. Páncélozott. Ja nem, az megint tolvaj. Azt leszedem mind izé szar. Na hát azért ne lőd a bácsit, mert abból szadomazó lesz. Fölkelté. Jó, fölveszük azt, ami náluk van. Thank you, motorbiciklit fölvesz. Sajtoljuk. És ott a kék, ő neki kell odaadni. Ezek ilyen rövid kis mizsenök. Be vannak kapcsolva az effektjek, ugye? Én is szeretlek, barát. Save it, project. Mert visszaadtam neki a aknatáskáját. Aknatáska, hát ez tetszik. Na de húzódik ez a izé kábel, ezt valahova el kéne vágni a náthásba. Steve Heath, az a FIB-nak a izéje, főnöke. Marha izgi. Ül motron, nem szakad le róla. Menjünk a fegyósboltba föltuningolni csápokat. Na ez az, ilyeneket nem szeretek, tudod, elején vág, oda spékel, és nem raboltam el a kocsiját, mert a zsernyák Verdus meg ott áll mögötte. És még rá is taperol a motoromra, és még nyom rajta, a zsaru még meg sem indul felé. Juhú, itt van valami, ami... Húha, ez gyors akció. Át kellett kapcsolnom izére. The hell are you doing? Oh, nothing. Are you taking a dump? Oh, why do you care, huh? What the fuck is wrong with you? I got abandonment issues. I see a shrink once a week. That is not doing you. Yeah, well, you know, nothing like meeting a bunch of creeps from the government in a quiet building for someone to grow balls. Just see his face that last time I popped him. Boom! Oh, ladies! God, asshole. You back there. I know you, but you I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! It reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your mm-hmm. Let me tell you something. That guy gets more tail than, than a tail catcher. I have to fucking remember that. Right? You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? This. Please, keep the sleep best of the way from me. No, Ferdinand, he's gone. It's okay, I've got some new friends here now. It's this okay. Is Michael, and this is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know, I already told nothing, I don't know anything. Please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, high-fi audiovisual. It's top band, good price, VIP. No? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. Did you tell them? And what did they tell you? I told them
What'd I tell you? Uh-huh. Hey, whoa, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockford Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. Because I'm tired of these fucking nitwits of the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? Like it's a good time, buddy. You know? Go for a drive. No. You get to work and, I'm not here. It's Caesar's place, around the corner from your house. Go to the house. Én azt hittem, most lesz a kínzás. Ha kezdtem belélni magam, azért hallgattam ilyen sokáig, de... De nem most lesz a kínzás, hanem majd csak később. Ja, jó van. Témázás egymás között, szóval vágják. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking... Watch it! Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. Hey, nem kell ennyire törni, zúzni, érted? Ez a titkos akció. Erre föl én minden egyes autót kinyomok az útról, vagy neki egyik bakker. Hát... Csak hallgatom, hogy mit beszélnek, szóval, hogy kiben bízunk meg, és kiben ne bízunk meg. De hát ez úgyis a végén teljesen megváltozik, mert hát sosem tudja, hogy ki az ember legjobb barátja, és ki nem. Tehát ki az ellensége. Elég ne, ez így van a valós életben is, tehát. Na de ügyesen ráhelyzétem, heverésztem, mert itt a cuccomra bakker is lehalkítottam az egészet. Na. Nem így. Szóval valahol fel lehetne akasztani, hogy én nem tudom mit, anélkül, hogy itt lenne a hátam mögött, és akkor ide mászna előre, és itt világíthatsz a tökömben, hát most nem igaz. Ja, hát itt mégiscsak megy akkor a kínzás, mert hát itt hagytuk ugyebár a legjobb izét. Csávót. VASD, mivel fogjuk megkínozni? Nézzünk egy kis áramot. Hold izé. Spark clips. Wow. És most jön. Másik. Ting. És a fúcsúld. Oh, már halloklik. Elég szadista jelenetek vannak ebbe, tehát ez most eléggé a nem gyerekeknek való, az biztos. Lives in Chumash, the Western Highway.
És mindig apránként valamit elmond, hogy körülbelül mi a következő lépés a misszióban. Még meg addig burkolunk és tankolunk, tehát. És ez nagyon jó így. And as you can see, we're trying to take full advantage of it. Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job. Szóval akkor nekem át kell élnem a másik végére. My eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. Mindig ad valamit ki sikerül kiszedni az ebből a mexikói csávóból, érted? És akkor mindig előrébb és előrébb jutunk. My eyes, Townley, what do you see? I see a couple guys that are way too old and too fat to be doing a political assassination. Let's keep it objective, okay? What's in the scope? So if I need analysis, I'll call a pundit. We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of. Szóval érek egy olyan valakit, aki balki. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. That ain't gonna cut it, my friend. Let me think. Sorry, too late, Trevor. Show our contestant what he's won today. I remember. We gotta break him down to build him up. I got brittle bones. I'm bruised. Nutcracker. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again. Get out the scope.
Szóval valamilyen információt elárultak arról, hogy most mi van vele, de nem tudjuk, hogy mi van. Let's start at Mountain Man and we'll work our way down until someone fits the profile. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Land of beach hipsters. We need more. Nem elég információ számunkra ez. No, nyomuljunk Trevorra. Jó, sok a szöveg, jön a fokhúzás. Hopp, hopp, hopp. Ez jöhet. Durva. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain-smoked. And he's left-handed. What's that? He chain-smoked. And he's left-handed. Okay. And these bearded guys at the party smoke cigarettes. Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Steve's telling me he chain smokes redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest's details. De srác. Hát én nem tudom. Én szerintem... Hát ő szívja bal kézzel a cigit. De ő nem, srác. Hát most nem tudom. És hogy valamilyen piros, mit tudom én mi. Hát én szerintem paf. We don't even have an ID. Why are you shooting before we have an ID? You just cost us the mission. Michael, what the fuck? Oh, fuck! Hát figyeld, ha már egyszer, akkor legyen harakiri, ha már elcsesztem. Mekkora egy hülye vagyok. Hát remélem nem a totál elejétől kell izén. Aha. Szóval ő. That was the guy. I had a feeling. It'll check out. Well, we've got him. Jó, akkor egy szinten lejjebb volt. Hát ezt a franc se gondolta volna, Dick Chai. Shut up! That's a sport.
just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me. Again, gyerek. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Szóval vigyem el a repülőtérre. Nem lesz kinni olyan. Szóval akkor így kell nekem mennem egyáltalán erre az erre külön szakaszosú zónára, melynek nem volt különféle izé. Akkor megyünk most már végre az izébe, az airportra. De nehezen áll be az a marha nagy debél lakamjon ebben a sorban. Nem is csodálkozok rajta, én is néha marha nehezen tudok beugrasztani magamat valahova. Tehát így. De nekem itt pont jó lesz. Jó van, na bunkócska, te drága. Probably the ones who got you fucking in here, all right? And look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Oh, mission passed. Jó, nagyszerű akkor. Hát ezek már hosszabb missziók. Ha tetszett a videó, egy kicsikét néha bealudtam rajta, de ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha még annál is jobban tetszett, akkor pedig kérlek csatlakozzatok a YouTube csatornámra. Sziasztok!